Na. Fú, mondjuk ez a felbontás elég vicces. Nem kicsit baj. Ilyen túlnyújtott, kicsit ilyen futurisztikus. Kicsit túlnyújtott, de miénk. Futurisztikus. Több szempontból is. Ez is lesz a rég. Na, egy fasz aréna. 11-1. Nézzük. Az lapokra nem vagy kíváncsi vagy? Hát nem lenne rossz amúgy. Na, van egy manovárium, hát ez így jött, ment. Két Canon, oké. Okay. Két Canon, az a legjobb lap itt. Persze. Most így ebbe a GVG-ből, ami kifosódott magából. Frostbolt, ugye, Fairy Dragon, ez is teljesen egy normális lap. Gimblin Stalker, ezzel sincs semmi gond. Sleep, és hát a Shift Scanner, ez nem akkor, párítás decket akartam, most már bevallom, párítás decket akartam alapból, de nem jött össze. Úgyhogy... Az mindig jó. Snowjagger, az egy isteni lap, az Warriorok ellen, sőt még Pala ellen is nagyon szopatos tud lenni, szóval nem tudnak vele mit kezdeni, hogyha az már nem van. Azt a kardot már soha az életben nem fogja használni, ha jól urad a boardot közben. Sorcerer. Hát, Sorcerer az... Nem megy. Ja. Intellect, hát ugye... Ez az egy laphúzós van. Hát sajnos többet nem kaptam, de... De függetlenül még eddig minionok is jók voltak, és még jobban fognak következni. A Blood Knight, ez az aréna királya. Szóval, ez nekem állgatni. Mint azt, hogy az előbb láthattuk, hogy igen. Epic lap, ugye epikek közül nem feltétlenül jót kap az ember, de hát én még azt mondom, hogy még a jobbak között is érdemes ezt kiválasztani, mert nagyon sokan jönnek a... mik vannak, várjál, a Sunwalkerrel biztos. Szóval az a legjobb taunt, úgymond a olcsóbbak közül. Rengeteg bug is lett ugye az új kiegészítő miatt. Ja. Jó ez ellen, mindenképpen. Hát a Palának is van ugye ez a 2-2-es, nem tudom micsoda. Ezen kívül még a... Melyik Cleric? Vagy milyen Crusader? Scarlet Crusader. Scarlet Crusader, na hát az mindenki beválgatja konkrétan, hogyha azt kapja a dropjánál. Hát és akkor ugye ez meg bármikor lesz éve. Igen, úgy számít senki, tehát... Hát nem azt mondom, hogy nem számít rá senki, de... Mert volt egy csáva, aki pont utánam játszott, aki ezt, csak nekem nem volt már bubi, meg nem volt bubi a bordom, mert hát utánam játszott, aki... Ettől függetlenül a következő lap nagyobb meglepetés, ahogy elnézem. Hát a Demolisher az... Hát... Ez volt a három... Ez volt a rérek közül a legjobb, viszont nem a legborzalmasabb lap az arénában. Arénában még... Teljesen jó a pakli. Emperor Cobra, Fireball, két Polymorph, az Igen. Brewmaster is. Az a baj, hogy itt a visszavétel az inkább negatívum ezekből. Esetleg még ugye a Bomblobberrel lehet kombozni, de már volt is kombozva. Ezzel kurva jó volt, viszont a többivel ugye inkább hátrány, mivel az a lényeg ennek a... Persze, úgy lett összeállítva ez a pakli, meg arénak is az a lényege, ugye, hogy legyen egy board controlod, és ugye ezt vissza kell venni, lehet nem tudod kijátszani, stb. Hát a Hungry Dragonnal ugye nem lehet kombózni, hogy nem érdemes. Kezán Mystic azzal egyszer-kétszer már volt olyan az arénában, hogy nagyon sok értéket hozott. Hát probléma vele az, hogy ugye 4-ért 4-3-as, és hát konkrétan minden leszedi. Nem a legjobb lap, de nem a legnagyobb tragédia. Pilot és Shredder a legjobb 4 drop kb. Hát a Water Elemental együtt. Darkrai Healer az talán a basic kártyák közül talán a legjobb. Hát jó, hát ugye van mellett az Ogre, meg az ilyenek. Amúgy ez is a pakliban az is benne van. Te két heal mindenre. Te két heal mindenre, és ugye a board control itt a lényeg, és hogyha az megvan, sőt az a két heal még a hősödnek is néha sokat persze számít, úgyhogy ez semmi gond. Tehát a Mender Bomber, ez csak a YOLO miatt, szóval... A YOLO faktor is. Képzelheted, hogy milyen dropok voltak. Mi volt a másik kettő, ugye? Hát igen, nem mindegy, szóval... Ez csak beszapatott eddig, nagyon örülök neki, nagyon vicces, meg minden, csak... Annyira. Spectral Knight az... Napsz egyik az, kártyája. Az a Mage-eket úgy elpicsázza, mint a szar. A Fairy Dragon még régebben is egy olyan minion volt, amivel egyszer nem tudtak a Mage-ek mit kezdeni, nem is egyszer. Viszont a Spectral Knight az, hogyha egyedül van kin, a másik bordján nincsen senki, akkor is verhetetlen. Szóval... Persze. Szóval nincs, 4-6-os, érted, egy jó, mint egy Yeti, és te nem lehet levenni spellekkel, és... Persze. Zseniálisan kitalált egész kártyát. Kis területi. Ja, ez egy egyetlen területi, de ez teljesen korrekt, ugye, főleg a freeze miatt. Ott vagy már a
Hogyha akkor is úgy tölsz el egy területi spellt, hogyha sok mindennyi van a hősödnek, és remélhetőleg amúgy ezzel a paklival eddig meg mondjuk legalább sikerült, hogy valamennyi kis minionod azért ott van, vagy valamennyi minionod, és hogyha ezt a Blizzardot azért eltolod, lefriceled őket, még egyszer arcba mész, utána jön az őkre, átadja, megint arcba mész, és akkor azt már vehetjük 15 damage-nek, ami már elég sok. Sány. Az Ogre, az jó, nem kell mesélni. Hát itt a csoda. Itt a csoda. A Bloodhuff. Ez kétszer lett kijátszva, és mind a kétszer, hát azért volt benne érték, szóval le kellett venni. Nem tudom, hogy miért akarták annyira levenni mondjuk, mert volt olyan eset ebből a kettőből, hogy nagyobb portja volt a másiknak, de nagyon le akarta venni ezt a kártyát, tehát ott van a Death Rattle, hogy ugyanez fog kifosódni utána, szóval... Kicsit értetetlen, számból kell meg, hát ugye, hát, persze. Amit meséltünk róla. A Vulcanic Drake az egyre jobban jön az a faktor nekem, hogy tök jó kártya minden, csak vannak olyan helyzetek, ahol egyszerűen, sőt nem is egy meccs, nem is egy meccs van. 4 csak 6 manáért. És 6 manáért ez a baj. Mert 4 manáért, 6/4, és ez egy ilyen, De 3 manáért már kibaszottul megéri, hát 2 manáért meg alatta persze, hát az fő nyeremény, csak a legnagyobb gond vele, hogy 6/6/4-es és csomószor nem az, hogy csak így lehet kijátszani, mert ugye próbálja az ember 4/6/4-es csinálni, csak nem, egyszerűen. Na de nézzük. Na, szóval 11-1, az egyetlen egy veszteség az nagyon hosszadalmas és kínlódós menet volt. Senkinek sem ajánlom, ezért fel is adtam, már mondjuk nem ez, mint hogyha esélyem lett volna a győzelemre, de még eljátszadoztunk volna egymással 4 körön át, semmi értelme nem volt. Na, meg vagyunk. De rosszul jött ki sajnos, úgyhogy na, nagy szent most nagy kalappa. Jaina versus Valyria! Arena boss! Most lebeálltuk itt a... Nos, azt mondja, hogy Flame Cannon... Nem hiszem, hogy ez kezdőkörben nagyon jó lenne, a Darskell együtt Bloodhuffot is visszaraknám, a pilotedet mindenféleképp azért megtartom. Azért a Flame Cannont ezt nem tartom meg, mert nem tudom, szóval még így van még sok két dropunk, meg 3 droposból is azért van, ami még jó lenne, például. Nagyon jó. Hát ez a tik-tik és tik, ha minden jó megy. Érted, ha még nem is tudod feltápolni, akkor is threat a boltban. Ja. És ha bekapja a csalit és leüti, akkor... Ez már egy profi legend játékos, úgyhogy már durvul a helyzet. Csodásan. Nos, itt akkor a következő jelentkező. Ezt inkább ezt rakom ki, mint a Sorcerer-et, mivel hát ezt backstabbel azért nem veszik le, ahogy most. Jelenleg, és a következőben meg ugye 2-2-3-asunk lesz, és itt Polite-t shredderünk, nem? Viszont így is szerintem a Polite is shreddert raknánk ki, mert ezután ugyanúgy kifosódik egy minion, szóval a Emperor Cobra-t biztosan nem használom fel erre, mert az még jó lehet. És ezt kihozom steel-ben, mert úgyse ezt fogja leütni. És ez a hit damage-en, az a ne az amúljon. A little. Ez egy jó mesnek ígérkezik, akárhogy is. Hát reméljük az is lesz. Shredder-re shredder. Igen. Remekes. Érdekes döntés, ez biztos. Hát... Talán ezt raknám ki. Ha ő ezt leüti, akkor ugye én már megkapom azt a minion támadásra készen, amivel letrédeltem az ő minionját, és az Emperor Cobra pedig az ő következő körére, vagy a mostani körére is ugye kiadással lesz. Attól függ, ugye mit hogy viszont ugye kirakhatnám, hogy lesz leütném, kiraknám a Sorcerer-t, és reméljük, hogy neki rosszabb lapja ki, és akkor... Csak ugye akkor ő azzal a következő körében támadhat, ha olyan lap. Igen.
Mindenféle, hát szerintem akkor mégiscsak ez lesz. Egy tovar tőle. Mégiscsak ez lesz. Sok spellünk kicsünk. Hát persze. Persze. Jó, hát ez ide jön. Ez esetleg még nagyon value játékos akar lenni, de hát ez így nem esett jó. És mindenféleképp szerintem, igen, ezt le kéne trédelnie. Én ezzel ugye sok minden nem tudok kezdeni azzal a csodával ott. Viszont egy ilyet itt kirak, még talán, igen, Bomb Robber miatt. Talán azt mondom, hogy itt az Emperor Cobra lenne most a legjobb. Ugyanis most a Bomb Robbert elhasználni úgyis úgyis stealth-ben van, nem tudjuk kiszedni teljesen. 6-os körünk is erős, azzal sincsen gond, hogyha esetleg nem hoznánk, bár nem hiszem. Igen, leveszi. Gondolom akkor kihozni most stealth-ből, leüti, az is jó. Csak hát Voodoo Doktorra ne hílelje vissza. Oh. Sőt, hát... Sehogy nem jó. Szóval a kardjával ugye automatikusan leveszi a Bomb Robbert, ami nekünk azért nem egy jó dolog. Lehet, hogy a Bloodhuff talán még jó megoldás, mert ugye az még le tudja trédelni. És hát még igen. Visszajön a minionunk, amit ugye nem tud levenni. Kis szerencsével jó lehet. Most kéne nekünk a Water Elemental. Jó, szerintem lesz egy ilyen most. Ez a baj, hogy Flame Cannon-t ugye használtuk volna, semmit nem tudunk kirakni, és megint hátrányba leszünk. Mana kihasználtság szempontjából szerintem a ezelőtti lépés sem volt rossz, és mivel ugye nagyon sok múlik azon, hogy ki mennyi manát használ egy körben, ezért inkább azt a kevésbé rosszabb lehetőséget választottam. De hát, ha nem trédeli le, akkor még mindig ott van nekünk a csudakombunk erre a kettőre. És akkor már inkább megéri. Ez még nem feltétlenül rossz. Ez még nem. Azzal gondolkodok, hogy most ugye így is úgy is. Nem, szerintem Spectral Knight lesz, és Fire Blast. Helyes. Ezt nagyon jót csinálod. Mert ezt még mindig nem tudja karddal levenni. És nekünk ez így nagyon fontos most, hogy... Mert ugye ez a lépés szerintem biztos. És a következőkben ugye inkább a 3-2-es kéne azért letrédelni. Mert a karddal így is úgy is leütné. És leveszi a Spectralt. És hogyha nem veszem le... Akkor leveszi a kettő együtt a Spectralt, és így meg nem tud... Ez kérdés, hogy most altra menjünk-e vagy sem, viszont ugye... Ugyanúgy lehet nála megint backstab, mindenféle anyám kínja, szóval inkább traderek egy ilyet. Én mindenképpen leütném azt, mert legalább a Spectralunk biztos megmenekül, és még az is ott van. Max leüti a kettő négyessel nyilván, de hát... A Spectral most szerintem nagyobb érték, mint a... mint ez a végtermék, de következőben egy ogrét is talán ki lehetne játszani. A helyzet az, hogy most nagyon jó lett volna a Snapjagger meg a Water Ellie, mert ez a constant freeze most annyira kiúzott volna minket a pászból. Hát ez nem nagy probléma. Ez már egy kicsivel nagyobb. Na most... Egy olyan döntés van, hogy ezt biztos le kéne polimorfozni.
talán csak egy flame cannon tudnánk használni. Én is csak lepolizom, muszáj lesz. És ezt le fogja venni azzal. Jó, hát ezzel már arcba mehetek nyugodtan, mivel spellt nem tud elhasználni rá. Viszont ugye most le tudja trédelni az összes fennmaradt minionjával. Meglátjuk. Ez sem rossz, viszont még mindig az helyzet, hogy hát igen, mondjuk 2-2-es ott maradt, ami nekünk azzal... Aha. Az a probléma, hogy ugye a Flame Cannon és a Bomb Lobber is elég kocifántos. Ajaj. Mert mindenféleképp szerintem most elhasználnék egy... Ogre és egy Flame Cannon azért nem lenne rossz, mert hogyha 4-4-es találja el, ez nagyon jó. 2-2-es még az sem legrosszabb, a legrosszabb helyzet az, hogyha a 6-6-os találja el. Ugye most a kezelmisztikkel semmit nem érnénk el. Hát a Bomb Lobber az... Nem tudom, Bomb Lobber után húzhatnánk lapot. De... Hát... Szerintem nézzük meg a Flame Cannon. Mi sül ki belőle, és utána még mindig tudunk tovább gondolni, hogyha úgy van. Jó, hát ez még nem a legrosszabb döntés szerintem, akkor ezután most kirakok egy ogrét. Mert... Csak. Viszont hogyha ugye most beleküldi a... valami backstabbe vagy akármivel most rásebez. Vagy az is lehet, hogy elviszkerítte és beleküldi a 4-4-est. Az lenne a legjobb, hogyha 6-6-os beleküldeni, mert akkor csak a 4-4-es marad, és még talán kirak valamit, tehát valójában biztos, csak a Bomb Lobber még mindig jobb, hogyha eltalálja ezt a 4-4-es, szóval ez lenne az igazi értéke. Az sem rossz, hogyha a 6-6-ossal megy bele. Igen. Arccal leveszi, ez probléma. Jó. Talán még ez nem rossz, mert most akármelyiket veszi ki, nem egy nagy tragédia, hogy melyik volt a X közül. Demolisher. Most itt a nagy kérdés az, hogy egy Zárkány Intellectből húzzunk lapot. Nem biztos, hogy ez a legjobb lépés, mert ugye most, hogyha kiraknám ezt a két kezelmisztiket és a Bomb Lobbert, akkor lenne egy 2-2-esem, és akkor utána ugye úgy lenne a board, persze, hogy 2-2. Így van. És utána még mindig húzhatok lapot a következő körben, úgyhogy még itt a területünk, ott van még csomó jó lap, ami még jöhet, és még lehet, hogy top deckből is húzunk valami jót. Nézzük meg. Tökéletes. Ezt meg csak úgy kirakjuk, mert sok funkciója nincs sajnos. Igen. Most, hogyha jönne egy Blizzard, az több lenne, mint csodálatos. Hát ez így... Hát valakinek bejött a kalózos deck. Hát úgy látom. Hát most egy Blizzard-tal nyernénk. Szóval... Ha ez most kijön, akkor az nagyon jó, ha nem, akkor nagyon rossz. Úgyhogy nézzük meg. Itt a Snowjuggerem. Rendben. Na. Még mindig van két jó választás. Az 5-2-es kalóz és a 4-4-es. Spektrál, vagy esetleg a 3-3-as nagy kalóz, de jó. Akkor a tragédia. Na most, ugye,
itt az a probléma, hogy inkább a Fairy Dragont raknám ki, abból a szempontból is, mert ugye a Demolisher azt egyből leveszi, semmit nem trédel le, és miután nem is tudunk letrédelni semmit, nagyon jó lenne, csak nem most. Jó, ez nem. És fegyverbe. De már most ugye, hogyha a hárman a hármassal megy bele, az a legrosszabb neki, úgyhogy nem tudom most, hogy mi a... Oké. Rendben. Hát itt a nagy döntés. Hát igen. És kirakom, hogyha valami 3/1-es Windfur is szörnyeteg lesz, akkor ugye nyilván azt fogom levenni Fire Blast-tel. Viszont ezt ki kell raknom. Plusz egy élet. Hát ezt nem kéne most. Nem. Következő úgyse tud most szállni, hogy inkább ez legyen a lépés. Azon gondolkodtam, hogy végül is van még egy Sunwalkerem, ami még nagyon jó lenne. Így még mindig ott a Blizzard. Még milyen lapok jöttnének jó? Hajaj. Ijaj. Ő már Little-re megy. Nagy sajnálatra. Sajnos ez is, de egy damage-e van a győzelemtől. Vagy nem. De helyzet az, hogy... Vagy tudja nagyon jó, hogy nem tudja megnyerni mostanában. Ez kettőre lenne, csak ugye a tauntom nem jön ki. Ez nagyobb gáz, mert ugye két tőle tud is úgyis le fog csapni. Aja, hát ez így... Ne... Mégül is még azt mondom, hogy... Hát ez muszáj leütned, barátom. Rendben. Heal. Hát ez jobbkor se jöhetett volna. Ez jobbkor se jöhetett volna. Én inkább traderek, csak és kizárólag. Mert ugye most, hogyha arca tudja csak levenni mind a kettőt, ebből a boardból. Ez nekünk most full jó, attól függ most tényleg mi van a kezébe, itt már csak a flow-ba megy. Ennyi. Hát ez így csodás. Ez így, megvan a 12. Egy. Ennyi. Történelmi pillanat. És ezzel, mert ez megérdemel egy Beyblade-et, mert ténylegesen jól játszott, nem hiába a Legend hátlap. Hát most már. Jókor jöttél, barátom. Na. Ennyi. Ez jó játék volt. Na hát. Izgalmas volt, az biztos. Arena boss, hát. That's the dream. Nos, nézzük a nyereményeket végre. Bár én nem vagyok ebből a legszerencsésebb, de... Na nézzük, mi lesz ebből. Úgy izgulok. Stexez, az Dagobert. Dagobert. Micsoda? Micsoda? Van a tájtotel? Köszi, leszek itt az Istenem a játékba, pacu. Isten leszek. Ennél jobb. Mi jöhet ennél jobb? Úgy izgulok. Ez jó. Toss, Strider, ott lesz a tuti. Két pudlestomp! Egy fosor! Két pudlestomper! Keci! Mindig erről álmodtam, és egyszer végre összejön. Látod, bejött az életnek. Hát nem hiába játszok ennyit ezzel a játékkal. Igaz, hogy benne megy a dustba, nem baj. Jó az. Kár az is, persze.
Hogy ne kéne, ebből élünk.